Az agyvonaltechnikumi képzések nyilván két részre oszthatóak. A Tolna megye és a Szekészárdi Szakképzési Centrumnak a legnagyobb iskolájáról beszélünk. Itt mindig is megszokott volt az, hogy széles a szakma választék és a szakma kínálat, és az elvárás is az irányunkból, azt gondolom. A megye meghatározó szakképző intézménye vagyunk, tehát nekünk utat is kell mutatnunk, nem csak szakképesítést kell adjunk a diákoknak. Minden olyan terület, ami eddig működött nálunk, az most is működni fog. Ami új, az, hogy a régi tartalmak kiegészülnek, megújulnak, és új tartalmakkal fognak majd megjelenni a képzési kínálatban. Ez egy-két szakképesítés esetében egyébként majd a névváltozással is együtt jár. Nyilván nálunk eddig is itt volt a közlekedési terület, itt volt a gépész terület, a villamos terület, az informatika és a szolgáltatóipar. Ezek mind megvannak most is, de egy pici kis névváltozás egészen komoly szakképzési tartalomváltozást is maga után hozhat. Tehát például az autótechnikus autószerelő képzés most gépjárműelektronikai technikus néven fut, és az eddigi 3 év helyett 2 év alatt lesz majd megvalósítható annak a tanulónak a számára, aki egy érettségi után érkezik majd az iskolánkba. Aki iskolán belül érettségizik, azoknak ez rövidül, és 1 év alatt lesz megvalósítható. Tehát itt a szakképzésben résztvevő diák, a szakirányban tanul tovább az érettségi után, akkor a 3 év helyett 1 év alatt, illetve 2 év alatt tudja elvégezni a megfelelő szakképesítést, amit eddig 2 vagy 3 év alatt tudott. Ez egy óriási nyereség lehet, azt gondolom, nem csak a diáknak, hanem akár a munkaerőpiacnak is. Ugyanez igaz a többi technikumi végzettség megszerzésére is nappali tagozaton. A szolgáltatóipari képzésekben, mint a kozmetikus vagy a fodrász jelentkezett leginkább az igény arra, hogy ne csak nappali képzésben tanulhassák a diákok a szakmát, hanem adjanak arra lehetőséget, hogy esetleg munka mellett is folytathassák tanulmányaikat. Erre egy nagyon új és rugalmas formát fejlesztettek ki. Nem kell belőle az iskolapadban teljes óraszámban. Csökkenthetőek az óraszámok, törvény meghatározta milyen mértékben, és a tartalmak is rugalmasan alakíthatóak. Nem kell feltétlenül abban gondolkodni, hogy osztályok fognak most majd tanulni. Itt abban lehet gondolkodni, hogy egy-egy tanuló, vagy akár néhány tanuló is végezhet szakképesítést úgy, hogy megjelennek a tanórákon, akár a nappali képzésben is egy-egy órán, egy-egy fontosabb tartalomnál, és a képzési szakaszok így lerövidíthetőek. Korábbi tudásuk beszámítható, tehát jóval rövidebb idő alatt szerezhetik meg a megfelelő szakképesítést, megfelelő szakképzettséget az iskola keretein belül. Jelen pillanatban 17 szakképesítést oktatnak az iskolában. Közlekedési, gépész, villamos és informatikai területen, valamint a szolgáltatóipar területén megjelenő szakmák nagy része tanulható az intézményben. Azok a képzések, amik most a paletten szerepelnek, ezek elsősorban a munkaerőpiacnak az igényei alapján lettek kialakítva. Az új szakmajegyzék az ugye egy nagyon komoly egyeztetés után született meg, és az OK-s lista nagyon nagy szűkítésen ment át ahhoz, hogy a munkaerőpiacnak megfelelő képzettségek és szakképzettségek jelenjenek meg a rendszerben. Ezeknek a megjelenése arról szól, hogy azok az alapkompetenciák mutatkoznak a diákok tudásában, amikre rá lehet építeni, tovább lehet képezni egy adott vállalati környezetben a felvett munkaerőt, vagy éppen azt a tanulót, aki ott jelen van. Ez azt is jelenti, hogy minden képző és minden gyakorlati partner egy kicsit a saját arcára tudja formálni azt a diákot, azt a tanulót, aki önálló a képzésben részt vesz. Nyilván ez azt is jelenthet, hogy a saját munkaerő utánpótlását is kiképezheti. Hogy az új rendszerben a külső gyakorlati helyeknek a szerepe nagyon felérték. Elődik. Már az érettség előtti képzésben is már 10. évfolyamtól a technikumi hallgatók, technikumi tanulók már kint lehetnek a munkaerőpiacon, kint lehetnek munkaszerződéssel a tanuló szerződést felváltva gyakorlati helyeken is. Ugye minőségi változások következnek be ezen a területen. Egy tanulószerződés és egy munkaszerződés között óriási különbség van. Nem csak bérben, hanem kötelezettségekben és a juttatásokban is természetesen. Tehát mind a két irányban megnő a felelősség, az iskola részéről ott nő meg a felelősség, hogy a képzés színvonala hogyan fog biztosítódni, a tartalmak hogyan kerülnek átcsoportosításra, hiszen egy gyakorlati hely nem feltétlenül arról fog szólni, hogy 1 hét gyakorlat és aztán 1 hét iskola. Tömbösítve akár meg az elméleti oktatást is a gyakorlati hely meg tudja valósítani, hogyha erre van szakembere, vagy ha erre szakembert akár az iskolától idézőjelbe teszem, hogy kölcsönöz. De kint a képzőhelyen valósítható meg a képzés, hogyha ezt vállalja. Ez igaz az érettség utáni képzésekre is természetesen. Az elektronikai területen is megjelenünk, hiszen eddig is megvolt az erős áramú képzésünk, ez ezután is jelen lesz a palettán természetesen. Nem csak Paks 2 miatt, de biztos, hogy ott is a felvevőpiac biztosan igényelni fogja azokat a középszintű végzettsége rendelkező technikusokat, akik a termelésben, a termésirányításban tudnak majd részt venni, vagy akár az EON-nál, vagy bármilyen más villamosipari területen. A technikumi képzés több előnnyel is jár. Például már 9. osztálytól elérhető lesz a diákok számára az új ösztöndíjrendszer.
azok a juttatások, amik itt megjelennek, azok ellentétben a korábbi gyakorlattal, ahol csak a szakképesítés megszerzésének a megelőző tanévében volt a technikumban lehetőség arra, szakgimnáziumban, hogy ösztöndíjat kapjon a hallgatóit, már az első pillanattól, akár 9. évfolyamtól a belépéstől kezdve is ösztöndíjban részesül. Nyilván ennek a mértéke egy kiindulási értékről elindulva a tanulmány eredménynek a változásával, remélhetőleg a javulásával emelkedni is tud és fog. És egy munkaszerződés az én vagy más juttatást jelent mértékben, mint egy tanulószerződés. Ezek a jogi keretek között szabályozva vannak, de ez egy nagyon biztos lábat adhat akár egy családnak is, ahol a tanulószerződés helyett már munkaszerződéssel foglalkoztatódik egy gyakorlati képzőhelyen. Ami egy picit erőteljesebben kerül majd megjelenítésre és kihangsúlyozásra, az az automatika, az elektronika, a gépészet és a közlekedés, és mindegyik mögött ott az informatika. Tehát mindenhol egy kicsit az ipar 4.0 irányába nem, hogy akarunk, hanem kell elmozdulnunk. Ez azt jelenti, hogy egy olyan technológiát kell megtanítanunk, alkalmazni és akár előállítani minden szakképesítésben, ami az iparnak a sikeres működéshez hozzájárul, hiszen csak az a munkavállaló lehet sikeres a munkaerőpiacon, aki értékes tudást hoz magával. Ez már 17-18 éves korban is meg lehet ez az értékes tudás, ha más nem annyiban, hogy rá lehet majd épülni, rá lehet építeni más tartalmakat és más készségeket, amiket az adott munkáltató elvár. A gyakorlati képzőhelyeket többnyire a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara biztosítja, de vannak még olyan képzések, amihez az iskola ad gyakorlati helyet az intézményen belül. A cél az, hogy ez a lehető legkisebb mértékű legyen a hosszú távú gondolkodásunk alapján, hiszen az ipari környezet az nem az iskolában áll rendelkezésre. Természetesen az alapokat, azokat az iskolában nagyon jó elsajátítani, azt gondolom. És erre az új képzésben is ott a lehetőség és ott van a kötelezettség. Ha ezek az alapok biztosak, akkor lehet kimenni külső gyakorlati helyre. A külső gyakorlati helyek pedig olyan tanulókat várnak, akik az alapokat már tudják. Ez eddig is így volt egyébként, hiszen a szintvizsga rendszere az erről kellett szóljon, és erről is szólt, és egy alapképzettséggel rendelkező diák mehetett már mondjuk a szakközépiskolába, leendő szakképzőiskolába, a 10. évfolyamtól külső gyakorlati helyre. Az új rendszerben itt azért egy rugalmasság megjelenik majd természetesen, hiszen a szakképző osztályok és a technikumi osztályok 9. évfolyam után is kicsit átjárhatóbbá válnak, mint a jelenlegi rendszerben. Nyilván ez az évfolyamok elején igaz, tehát a 9. évfolyamokat jelenteni elsősorban, de amíg az ágazati alapvizsga megszületik, addig a tanulók a mozgástere megvan, és az a technikumban majd a 10. évfolyam végén lesz, szakképzőben 9. évfolyam végén. Tehát addig az azonos ágazatok nagyjából is és bizonyíthatóan azonos szakmai tartalmakat fognak tanulni, és a gyakorlatuk is össze lesz hangolva. Tehát a diák tud mozogni majd az alacsonyabb képzési formából a magasabb felé, és akár fordítva is. Nyilván majd az igények és a lehetőségek ezt majd megszabják alkalmatán, hiszen a diákok nem mindig jól mérik fel azt, hogy ők vajon mire képesek. És a szülők sem, és az általános iskola sem. Azt gondolom, hogy ebben a dologban segítenünk kell a pályorientációt az általános iskolákban, hogy a diák olyan helyre menjen tovább tanulni, ami neki jó, ami az ő készségének megfelel, és ami őt érdekli. Mivel a cégek nagy része ugye saját magának képzi az utánpótlást, ezért a nekik megfelelő jobb tanulókat már eleve ott tartják a gyakorlatok után. Tehát nekik ez idézőjelben jó üzlet. A tanulóképzés az akkori üzlet, hogyha megtérül. Nyilván a megtérülés az meg a tudásban mutatkozik. Ha meg tudja tartani a dolgozót, mert megérdemli a dolgozó, mert megdolgozott érte, mert megkapta azt a tudást, amit ő szeretett volna, akkor találkoznak az érdekek, és tudja ott folytatni a munkáját, ahol a tanulmányait is végezte. Tehát a diákok nagy része már munkahelyen rendelkezik, mire tanulmányai végére ér. Az Adi iskola mindig is büszke volt az elért eredményeire, és mindig büszke volt azokra a dolgozókra, akik itt a tudásukat átadják a diákoknak. Az egyik szlogenünk és minden ünnepségen, ami tanévet zár, vagy valami komoly ünnepséget zár, azt el szoktam mondani, hogy mi nem tanulókat képezünk, hanem újabb mestereket.